Szentmisére gyűltek össze a dombóváriak a kertvárosi Szent István király templomban az államalapítás ünnepén augusztus 20-án. A Szentmisén Miklovics Attila újmisés atya celebrált. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. A Szentmisét követően Szűcs Eszter lelkész, Miklovics Attila atya és Hegedűs János plébános együtt áldották meg a kenyeret. Add, hogy a földi táplálék testünknek erőt, az élet kenyere lelkünknek üdvösséget adjon. Krisztus, a mi Urunk által. A kenyeret Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere szegte meg a kóstoló előtt. Nem csak a templom évről évre megismétlődő búcsúját ünnepeltük, hiszen védőszentje ugye Szent István király, hanem 35 évvel ezelőtt került felszentelésre ez a felépült keltvárosi templom. Akkor ő még Farkasdi András apát plébános úr volt a plébános, és az akkori bíboros Paskai László bíboros úr szentelte fel a kertvárosi templomot. Az ünnepségen a Dombóvár kenyere akció keretében támogatást nyert a következő egy évre a Százszor Szép Alapítvány. A dombóváriak fél kilós búzalisztből készült adalékanyagmentes cipó megvásárlásával támogathatják őket az egyik helyi pékségben. Több óvópedagógus és ott dolgozó dada is a Facebook segítségével közzétette, hogy szavazzanak ránk, illetve több messenger üzenetet is kiküldtek a szülőknek, további pedagógusoknak, és így a széles körben elterjedt a hír, hogy lehet szavazni, és ezáltal az újdombóvári óvodának az alapítvány, a Százszor Szép Alapítvány is esetleg egy nagyobb összegű támogatáshoz juthat. És ennyi volt az egész, hogy összefogott teljes újdombóvár értünk. Az ünnepséget az Esthajnal Csillag együttes műsora is színesítette. Adjál egy pár csókot, két száros.